azok érdekeltek az üdvösségben, akik ezt a küszöböt át tudják lépni. Ez nagyon fontos. Fölmerül a következő kérdés. Mindig zárt a ciklus? Vagy van nyitott formája is? Erre a hagyomány válasza, a ciklus úgy zárt, hogy nyitott, és úgy nyitott, hogy zárt. Van egy nyitott aspektusa, és van egy zárt aspektusa. Ha én a kört kinyitom, spirált kapom. Berakom a spirált. Imány nyílt ciklus. A zárt cikluson belül. Mert a nyílt ciklus értelmét az zárt ciklus adja, és a zárt ciklus értelmét a nyílt ciklus. Ez a nyílt idő. Ha úgy tetszik, az itt történt idő. Ez a zárt idő, a ciklikus idő. Fölmerül a kérdés. Akkor most ciklikus az idő, vagy nyitott az idő? Fölmerül a kérdés, hamis álvallási állítás generálva. Tessenek figyelni, hamis álvallási állítás generálva. Reinkarnációban, vagy egyszer élő? Ostobaság. Erre az a jó válasz. Kezdjük újra. Tehát ha ezt a kérdést hallják, erre ez az adekvát válasz. Ostobaság, kezdjük újra. Tessék még egyszer kérdezni. Na, nem jó kérdés. Követhető elő? Hányszor hallottuk ezt az állatát? A kereszténység hiteltelme, nincs benne a reinkarnáció. Egyébként, ha pontosak akarok lenni, gyorsan hozzáteszem, vallás történetének korrekt megfogalmazásban. Az ős hagyományban sincs benne a reinkarnáció. Ugyanis ilyen, hogy reinkarnáció nincs. Meg kell nézni, hogy mutatok beszél. Tanítványokon keresztül fönnmaradtak a beszédek. Csak nem szeretünk utána nézni. Nem szeretünk utánolvasni, nem szeretünk pontosak lenni. Hallomásból értesülni. Meg internetről értesülni. Interneten nem lehet értesülni. Ugyanis az interneten nincs valós információ. Az internet egy pseudo-háló. Egy pseudo-információs pseudo-háló. Tehát ami ott érkezik, azt nyugodtan dobhatjuk a kukába. Nyugodtan. Most nagyon sarkítottam és direkt valami fog fogalmazni. Körülbelül 672 levelet kaptam az elmúlt egy évben. 672 levelet, hogy mikor lesz vége ennek a ciklusnak. Már mindegyiken túl vagyunk. Itt vagyunk. Köszönjük szépen. 672 levelet kaptam már arról, hogy majd kívülről érkezik egy segítség. Érkezett? Nem érkezett. Nem is fog elárulni. Miért nem az igazi segítségre várom? Úgy hívják, hogy Jézus Krisztus második eljövetele. Miért nem rám? Miért a szívüsziakra várom? És még egy dolgot kell tudni, minden ciklus, megnevezem a hindu nevét, mert biztos hallották és ismerik. Ezt hívják Manvantara a hinduizmusban. És ez egy nagyon komoly fogalom. Tehát amit ma nyugaton visszakapunk Manvantaraként, hogy ebben az úgynevezett vulgár ezotériában visszakapunk Manvantaraként, annak köszönöm viszonyom nincsen a Manvantara teljes metafizikai fogalmának. A mi Manvantaránk és minden Manvantaránk két alapvető létezési megnyilvánulás párkapcsolatából vonul ki. De hát ezt is ismeri mindenki. És ez egy nagyon ősi ábra, és minden tradícióban ott van. Tehát jó lenne már azt sem hallani, hogy inni akarunk. Vagy kedveskedni akarunk a kíván kereskedőknek, akik itt vannak Magyarországon. Mert akkor mondhatjuk, hogy inni akarunk. Tehát ez nem inni akarunk. Miért nem mondjuk akkor azt, hogy Purusha Prakriti? Vagy miért nem mondjuk azt, hogy világosság, sötétség? Vagy mindjárt meg fogjuk fogalmazni, hogy erre a Manvantarára hogyan kell megfogalmazni ezt a két pólusosságot. Nem ragozom tovább pólusságosan, ő legyen a fényes oldal, és akkor ezt besatírozom. Fényes pólus, és akkor őt nagyon csúnyán és nagyon esztétikátlan besatírozom. Ő most a mi Manvantara. Lehetne egy előző Manvantara, lehetne egy azelőtti Manvantara. És lehetne a következő Manvantara.
és amelynek egyébként a küszöbi lát. Rendkívüli helyzetben vagyunk, ugyanis most zárul egy manvartára. És következik egy új manvartára. Na most ehhez képest ezt újdonságként eladni, hogy a maja naptárban az van, hogy mitől újdonság ez? Ott van egy naprát. Beszél róla Buddha, beszél róla Jézus Krisztus, beszél róla az iráni szent könyv. Akkor ez mitől újdonság? Mitől újdonság? Semmi. Arról nem beszélve, hogy a mai olvasást is senki nem fejtette meg. Csöndesen megkérdezem, akkor honnan tudjuk, hogy van Dalila? Csak csöndesen kérdezem. Mert korán sem biztos, hogy az adott helyre. Az kérdezett, az kétségtelen, hogy az időszámítások rendszerét ismerjük. A tunoknak, katonoknak a rendszerét ismerjük. És ha ezt megnézzük, kiderül, hogy ott is csak ennyiről van szó. Egy manvantara véget, és egy új manvantara kezdet. Van egy sötét pólus, és van egy világos pólus. Most várjuk izgalmasan, mert a saját manvantarájáról van szó. A világos pólus neve, picit végig fogok menni, hogy a világos pólus neve, most úgy hangzik, minőség. És a sötét pólus neve úgy hangzik, mennyiség. Ugyanis a mi manvantaránkban, ezt sem találok ki, tessék utána kezdeni. Vedantában, és a Kuránában. Ez a konkrét megjelenési formája a két pólusnak, a mi manvantaránkban. Vagyis a minőségi létezés pólusát látjuk itt, és itt pedig a mennyiségi létezés. Mi történik? Elkezd forogni a ciklus. És ahogy elkezd forogni, a kezdetben meglévő minőségi létezés fokozatosan átváltozik mennyiségi létezésre. A filozófiában, csak hogy egy kicsit idézzük meg, átvala a kezdem a nyelven élet, és közöttetőbb lesz, amiről beszélünk. A minőségi létezés, és mindaz, ami minőségileg létezik, úgy hívják a filozófiában ezt a minőségi létezést, hogy eszencia. Ez az eszencia, az olajé. Ne írjam, nem érzem az alapot. A mennyiségi létezés pedig a szubstancia. Kérdemes Plátont ide idézni. Pláton azt mondja, a minőségi létezés az idea, a mennyiségi létezés az eidea. Középkori teológia azt mondja, Arisztotelész román, tehát már Arisztotelész is azt mondja, a minőségi létezés a forma, ez nem azonos azzal a formával, amit a hétköznapi szót használom, hogy értünk a forma. És a mennyiség pedig az anyag, ami nem azonos azzal az anyaggal, ami a modern tudomány és a materializmus megfogalma. Úgy fogalmazhatnánk meg, hogy a minőség Istennél van, minden ciklus kezdetén. És ez a minőség behatol és áthatja a mennyiséget. A mennyiség világát, ami ekkor még nem más, mint a puszta lehetőségeknek a világa. Az úgynevezett potencialitás világa. Ezért nevezték a középkori teológiában a minőséget aktusnak, vagyis aktusnak, és a mennyiséget potenciálnak, vagyis lehetőség. Isten aktusa és az őt befogadó lehetőség, amely ezen alatt van, hiszen mennyisége a lét alapvetően, megszűnik mindazt, amit az Isten akar. Tetszett érteni. A káosz minden ciklus elején és minden ciklus végén, amely káoszból a teremtő Isten a minőséget várta a rendet, vagyis a fényt napvilágra hozza. Ez a rendezett világ. Így kezdődik a görög mitológia. Kezdetben volt a káosz, és a teremtő szerelem, az Érosz, fényre, vagyis napvilágra hozta a világrendezett állapotát, a kozmosz, maga a kozmosz eszéleti rendezett állapot. Attól rendezett, hogy fénye van, vagyis fényre került. Ez adja meg a mértékét, ez a mérték maga egyébként a fény, a már harmadik minőség, ami az eszenciának, vagyis a minőségnek, és a szubstanciának, vagyis a mennyiségnek a házasságából, vagyis mennyezőjéből jön. Ez ugye egy teljesen érthető.
Mi történik, amikor megnyilvánulásba kezd az Alma-Tára? Halászálló minőség, mégpedig minden minőségnek az egysége, halászálló mennyiségi világa és átvált mennyiségi. Ezt így is jelképezhetünk egyébként, hogy ősi jelképeknél maradjunk. Itt van ez a bizonyos világos pólus. Én most besatíroztam, tudom, hogy zavarjátok, de ő lenne ő. És elindul az átváltozás a szubstanciába. Ez az egyetlen egysége a minőségnek elkezd kiterülni. És eljutunk az ellentétes pólusba, ahol már szinte csak numerikusan megkülönböztethető mennyiséget kapunk. Abból a szintetikus egységből, amit volt. Nyilvánvaló, hogy ez egy alasztálás. Tudom, hogy nem olyan könnyű, de hát végre meg kell világítani, miről szól ez a játék. Ha már egy félrementünk az értelmezésben. De sem ez, sem rá nem tud megvalósulni. Ez minden derül ki. Meg tud aztán valósulni? Egyik sem. Mert amikor elérni azt a határhelyzetet, hogy már csak mennyiségi arculata van a világnak, akkor újra visszavált minőségre. És éppen miből lesz a minőség? A mennyiségi átváltozásából. És akkor hogy lehet a küszöböt átugrani? Ekkor történik a beavatkozás fölül. A transzcendencia beavatkozása. Ugyanis rossz érem van, és ezt sem találtam. Ez a világ már menthetetlen. El fog pusztulni. Nem kérdés. És aki ragaszkodik hozzá, bele fog pusztulni. Melyik világ? A mennyiség világ. Egyetlen lehetőség van. Elhangolódni a transzcendencia befolyással. Semmit. Mert ő vezet át a küszöböt. Ezt emberi erővel soha közös életben nem volt, hogy nem fog. Egyébként emberi erővel ember nem működhet. Önmegváltás nincs. Soha nem is volt, és nem is lesz. Hála Jóisten. Na hát itt van a piramis sárkány. Mert ő tudom beszélni. Most nézem meg, hogy ilyen fontosakat hagynak ki. Nagyon fontos tehát, ezt is innen olvasom meg. Aki nagy kvalitásban, minőségben, az kicsi mennyiségben, kvantitásban. És aki nagy kvantitásban, az kicsi kvalitásban. Két idézetet mondok ide. A mustárban. Aki kicsi kvantitásban, mint a mustárban, az nagy kvalitásban, mert a hite helyeket tud megmozgatni. Mondok egy másik idézetet. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdag ember. Mert aki nagy fog, az kicsi a kvalitásban. Most ezt kéne megértsük. Ami a szemléletünk alapvetően a szubstanciához kötődik, a mennyiséghez kötődik, esélyünk sincs a tradíció szerben. Esély. De mi egyszer mondom esély? Ugyanis a tradíció szellemének megértése nem kultúra kérdése. Ugyanis a kultúra itt van. A tradíció szellemének megértése nem műveltség kérdése, mert a műveltség itt van. A tradíció szellemének kérdése a tudatszínvonalának kérdése. Egyetlen utóbb módon lehet a tradíció szellemiségéhez közel kerülni, emelni kell. A szellem színvonalát. A szellem. Egy olyan világban, ami teljesen szellemtelen, mert mennyiségévé váltott. Egy olyan világban, ahol az ember helyzete ebben a tekintetben szinte reménytelen. Ugyanis éppen ebben az irányban az általánulát halálosan. És hogy ennek mi a következmény, ezt hamarosan látni fogjuk. Még valamit a Mannak találva tudni kell. Én nem akarok ragozni, mert félviszkó be kell fejezni. Egyrészt, másrészt meg azt mondom, hogy pallérozott, tudatlan, felnőtt embert kell erőtőre menni, de most beszélni. Tehát itt például. Egy dolgot még azért a Mannak szóljunk, ez le is. Hogy van a mennyiség pólus átforduló minőségébe, a transzcendens beavatkozás következtében. Ennyi. Lehet fantáziálni. Lehet szint irodalmat írni. Sziriuszi látogatókról.
értelmetlen. Felnőtt ember szellemi minősége felvétezve. A működő világ, tetszenek emlékezni, számtalan fönt volt már a táblán, ott volt. Ettől áll működő. Amíg csak kör, nem működik. Ugyanis a minőségek még nem terültek szét benne, és nem működtek. A minőségek még egybe vannak benne, pólust képeznek. Nem indult el a forgás. Ahhoz, hogy a forgás elinduljon, és rögtön figyelmeztetek mindenkit, aki nem tudná, de szerintem mindenki tudja, a forgás két irányú egyszerre. Mert ez forog erre is, és forog erre is. Erre épít, erre lebont. És mivel egyszerre kell építeni, és egyszerre lebontani, minden megnyilvánulásban, minden megnyilvánulásban, ezért szükségében kétfele kell forogni. Különbözőségben nincs haladás. Mert ha egy karika kétfele forog, az nem halad semmi. Következésképpen megállítani sem akármi lehet, mert kétfele forog. Ezek nagyon fontos dolgok. Minden manvantara szükségképpen négy részből áll. Négy jugából mondja a Vedanta. Mondja az iráni szent könyv. Mondja Jézus Krisztus is. Csak meg kell keresni, mi kell megtalálni. Nagyon érdekes a jugák idejének egymáshoz kapcsolódás. Mintha visszafele számolnánk, de most egy pillanatig, hogy még inkább értsük a bázist, az alapokat, előre fogok számolni. Egy. Minden manvantara ezzel kezdődik. Ez a minőségek egysége. Megjelenik a kettő. Nem megjelenik a szubstancia, amit a minőségnek alá kell számolni. Ismerik egyébként ezeket a balászszállás mitoszokat. Kínától, Indiától, Görögországon át, a szkintákon át, egészen a majákig. Mindenhol megvan. Ezek vannak pókori járás mitoszok, az alvilág járás mitoszok. Az alvilág járás mitoszok egyszerre szólnak a manvantaráról, és egyszerre szólnak az emberről. Mert az embernek a manvantarával együtt meg kell járni mindezt. Szükségképpen. Erről majd az előadás végétől lesz szó. Nyilvánvalóan lehet tudni a választ, nem. Mert az ember az egyetlen egy szabad akarata rendelkezik. És ez a szabad akarat menteni meg. De mindig ez a szabad akarat lesz a végzetre. Mert soha nem van. Így aztán ránk is a négy korszak törvénye lesz érvényes, és immár a ötödik ember még nem találta a fel. Ma. Egy új manvantara. A kettőt a három köti össze, ezért szokták mondani, hogy igazán a minőség száma a három, a mennyiség száma a kettő. És amikor az egész működni kezd, az a négy. A rendszer. Mert a működtetés ez a minőség egységének négy arcolatot föl kell venni. A manvantarából tehát ez a lényegből egymás után következni. Csak nem ilyen sorrend, de egy valamire azért nagyon jó nekünk, hogy elszámolni kettőt. A mai ember nem négy számol, hanem végtelen. Bár érdekes a végtelen, és a végtelen nem számol. Sőt, a végtelen a létezők között a legegoistább. Mert bármivel megszorozom önmagát azért. Ezzel szemben az egy a legözelebb szám. Mert bármivel megszorozom a bármit először. És ha megnézzük, hogy voltak éppen mit írtam föl, akkor megérthetjük azt is, hogy a manvantara kezdetén a szám minőségek voltak. És nem mennyiség. És itt kezdődik az alászállás, a devalváció, az infláció. Ugyanis minden szám abszolút értéke, nem más. Tessenek nézni. Mint a távolságok az egytől. Ha én végtelent írok, azt jelenti, hogy végtelen távolságok Istentől. És mivel a matematika és a természettudomány fő legnagyobb száma a végtelen, és a végtelen gondolata, ezért a természettudomány és a matematika végtelen távolságok Istentől. Ezt mondja a számok minőség.
Azonban a jogák fordítva működnek. És hogy fordítva működnek, ez most jó érdeket. Mert a jogák azért működnek, hogy helyreállítsák a rendet. Vagyis, bár látszólag most vagyunk legmesszebb a rendtől és a minőségtől, tulajdonképpen akkor voltunk legmesszebb a minőségtől, amikor a mamát elkezdtük. Az első jugban a mantrában 4 egységünk van. A második 3, a harmadik 2, és a legrövidebb a Kali Yuga, mondja a Vedanta, csak 1 egységünk van. Ennek oka, hogy ahogy haladok a vége fele, szállok le a minőségtől a mennyiségbe, vagyis elveszti az idő és a tér a minőségét. És ha az idő elveszte a minőségét, és puszta mennyiségé válik, ami sosem lehet, mert az idő sosem lesz mennyiség. Akkor inflálódik. Mint ahogy a szám is inflálódott azzal, hogy végtelenül nagy számot teremtettünk, ami úgy kiderült, hogy végtelenül kicsi. Így a számok inflálódnak. Minél több szám van a számsorban, az egyes szám annál kisebb lesz. Vagyis értéktelen. Általános törvény a világértelme. Valamiből minél több van, annál értéktelen. Mi a demokrácia alatt ezt mondják? Minél többen szavaznak. Annál értéktelenebb a szavazás. Annál értéktelenebb a társadalom. Annál értéktelenebb a közösség. Az emberi együttélés. És végül az egész világ. Tettem fel a világot. Képvis demokrácia. Az idő, amikor inflálódik, felgyorsul. Így beszélhetjük a minőség. És lesz puszta a minőség. Ezért csökkenjük be a fogyatartalmat. És hogy mikor ér véget a kármunkkal? Na ezért nagyon vicces esetet a belidejázás. Fogjuk rá tenni. Ugyanis épp az a lényege, hogy ennek nincs ideje. Mert ide a kényi van. Persze, vagyis aki időt mond, mindig hazudik. Minél pontosabb időt mond, annál nagyobbat hazudik. Csak hogy tudjuk. Tehát aki elmondja, hogy mikor lesz vége ennek az egésznek, az hazudik. Nem is érdemes vele foglalkozni. Mert hazug emberrel az ember nem beszélhet. Mert a tér nem más, mint a benne lévő testek.
És mivel ebben a manban találva a testek meglehetősen korporálisak, vagyis tömeggel rendelkeznek, és meglehetősen kiterjedtek, és szilárdak, ezek mérhetőek. Mennyiségileg mérhetőek. Az időről viszont mindenki tudja, hogy meglehetősen sikamos. Mérni nem is lehet csak úgy, a téli esetben. Vagyis mi az időt a térre mérjük. Miért? Mert a tér a mennyiség, és az idő a minőség. Az idő a minőség. Az idő minden pillanatban minőség. Soha sem is működik. És mégis is működik. Mert ugyanabban a folyóval indulunk, és mégsem lépünk ugyanabban. Mehetünk tovább. Jelezzenek, borzasztóan nehéz olvasni a bevontákat. Ez volt az alapélmény. Végre hozzájutok, mert eddig csak részeket tudtam elolvasni, azokat is különböző fordítóktól, és azt mondtam, hogy azon fordította, vagy nem, vagy pontosan, vagy nem, vagy átlátta a tradíció szellemiségét, vagy nem. Nagyon nehéz olvasni. Két mondat benne. Ezt megint azért érdemes tudni, mert a leghitelesebb vallástörténészek szerint is a védák első megfogalmazása Krisztus előtt a 3.-4. évezred tájékán. Hozzáteszem egyébként semmiben, Jézus Krisztus mondatai legalább ennyi munkát adnak. Naponta egy-két mondat. Ha meg akarom, miért lesz? Ha nem, ha csak történetet látunk benne, és pár beszélet akkor persze alkozhatunk, csak akkor nincs értelme. Akkor nem lesz belőle tanítás, nem lesz belőle alkalmazott életétel, nem lesz belőle megvalósítás. És tudják, mi a legborzasztóbb? Feleslegesen vagyok itt, ugyanis a tradíció szellemisége közölhetetlen. Tudják mi? Mert a tradíció szellemiségének lényeg a megvalósítás. Vagy megvalósul magukban, hogy felesleges az egész. És ezért gondolkoztam, hogy egyáltalán beszélek. De hogy mégis beszélek, mondom, elegem lett. A 2012. december 21-ből elegem lett a mindenben elegem. Van így az ember. Én is bűnös életből betelt a pár. Csak sajnos most magam visszállítom. Na, jó. Ja igen, mikor kezdett a kalimba, nem tudjuk meg. Ez a következő határ. Viszont van már egy egészen jó bejelölhető határunk. Erre Rönnék Rénon hivatkozik, Műszéből hivatkozik, és Hamas Bélet. Itt nem véletlen. Egy hatalmas fordulat következik be a Krisztus előtti 6. századtól. És ez már nagyon jó kijelölhető. Miért? Mert már egy elég időszámítás. Tulajdonképpen az az időszámítás működik már, visszavetíthetően működtethető már, ami most is van. Tulajdonképpen. Annyira nem búsult még fel az idő akkor, de valami hirdetlen megfordulat. Hogy érzékeltessem a fordulatot és a gazembert, aki elkövette. Innentől egy kicsit művelődés történeti, sőt, időnként szociológiai területekre tévedünk. Ennek a nyárnak az egyik fejleménye volt, hogy a szociológia, amivel a gazdaságtani áttudomány, és ezt fenntartom továbbra is. Metafizikai távlatokat kapott a Levant által. Mégsem felesleges. Ezekkel nem tudom hivatkozni fog. Még nem tudom, miért töröltem le, leámult zavaromban. Maradjon csak itt. Sőt, még a kócsokat is berajzom. Azt már nem teszem meg, hogy besatíroztam azt a mezőt. Egy kicsit a 6.-5. század fordulója után vagyunk. Már egészen pontosan Krisztus előtt 3. században, amikor fölép az a bizonyos az ember, aki hihetetlen nagy zűrzavartóhoz a szellemiekben, és átfordítja az egész gondolkodást. Itt ütlek egyébként, és előjáróban még mondom, hogy természetesen a modern szellemiség, amelyről ma is sokat fogunk beszélni, nem győz hasra esni előtte. És egyik példaképére tekinti. Megnevezem, Arisztotelesznek hívja. Hét próbás gazember. Pedig csak három logikai tételt feltételek. Ezt az orgánum című munkájában követte el. Ha találkoznak vele, nézzék meg, érdemes, tanulmányozzák, és
és utána egy nemes mozdulattal felcserélte. Ez a modern gondolkodás alapja. Arisztotelész volt egyébként annak a nagy Sándornak a mestere, aki 13 évig állt egy birodalom élén, ezt nem szokták mondani, mert nagyon tartják a hellenizmus időszakát, és nagy Sándor birodalmát mindössze 13 évig maradt fönn, és nem tudom, tudják-e, hogy ő volt az első a történelemben, hogy koncentrációs táborokat működtetett. A mai Pakisztán, Afganisztán területén. Ezek tények. Nosza, hát a modern ember természetesen úgy tekint rá, mint példaképre. Nem csodálom. És a modern ember gondolkodásában vígan belefér a likvidálás gondolatban. Itt szól a három tétel. Megint fölírni elnézést, hogy ezzel most ilyen késő órán gyötrök önöket. Szörnyű lesz az egész előadásén, gyötrődés lesz, szembesítés lesz, és át kell esünk rajta. Én is visszavettem már a saját hibáimat, mert van rengeteg. Külön jegyzettöm telt meg azzal nyáron, hogy milyen hibákat követtem az előadásom során, hogy soha többet nem szabad, és nem hibálnak. Az egyik jelen, hogy én is elhittem, hogy a kórusváltás az nincs. Nem, ott van a kórusváltás. Első tétel, ezt úgy szokták megnevezni a történelemben, ez a híres azonosság tétele. Á, mindig egyenlő állapot. Köszönjük szépen a viszontet. A kérdés most van, hogy az az állapot? Mi a kutya fel az az állapot? Helyes válasz, célodtoglalás semmi meg. És épp ez volt, amire tetszenek érteni, hogy bármivel behelyettesíthető. Ettől ördögi az egész logika, hogy bármivel behelyettesíthető. És Arisztotelész pontosan azt is átlátta, ha én ide egyenlőséget írok. Itt a demokrácia gyökere. Egyenlőség lesz. Itt kezdődik. Itt kezdődik. Ha én ide egyenlőséget írok, tudják, mit provokál? Az ellentétet. Azonosság a kirakatban, ellentét a háttérben, mint szító. Ugyanis ha nekem azt mondják, hogy én állva vagyok nem igazom, akkor elkezdtem keresni, hogy miben nem vagyok hasznosságban. Ezt nevezik direkt magának a pszichológia. Abban a pillanatban elkezdem keresni. Nem működik? Tekintsünk a lehetőségére. Ha nekem meghatározzák, milyen legyek, egyből megpróbálok kihúzni alapra. Ez a normális emberi viselkedés a pszichológia. Minden egyenlőség eszme ellentétet szint. És erre megy ki a játék. Ezért találták ki az egész Istenben ördögi demokráciát. Hogy ellentéteket szintsanak. Most nincs demokrácia. Istenben nincs demokrácia. Bocsánatot kérek, Isten nevet a demokrácia. Illetve szomorú. Mert azt hitte, hogy nem is gondoljuk konkrétan. Most már látjuk komolyan. Most jön a még ördögi. Á, sohasem egy elvő nem áll. Bocsánat, a logikai jelenkedve ezt is szokták kérni. Ez a negáció jelen. Á, sohasem egyenlő nem állva. Elég jár nekem, hogy mivel legyek egyenlő, és mivel nem. Tetszik értem? Ez a kirekesztés. Ezt úgy hívják. És megteremtődött a kirekesztés. És a harmadik, hogy teljesedjen a képben. Valami vagy áll, vagy nem áll. Mi van a kérdimenziós világ? Vannak át, és vannak nem át. És hogy a harmadik szeretnék lenni, vagy negyedik, vagy ötödik, szóval. Mondanom sem kell, az egész modern gondolkodás azóta ezt szíve rá. Ezt nevezik a formálogika három tételének. És akár ezt, akár ezt, mindannyian úgy gondolkodik minden pillanatban. És tudják, mi van hozzá? Halálosan lezárnak magukat előtt. És a kérdés így van. Az A mindig egyenlő A halt? Hát most nem látszik, nem sapíroztam meg. Ez az A. Az A mindig egyenlő A halt. A fészkes fenyő. A lényeg éppen az, hogy nem A. Tehát sokasem egyenlő A halt igazán. De nem is nem egyenlő nem A halt. Tetszenek látni? És az meg végképp kizárt, hogy valami vagy el. Tehát egy dolgot tudok tenni, ha hitelesen be akarok maradni, fogom ezt a törlőt, ide rakom, és nem hiszem, hogy felejtsük el, és soha törlőtben is. A legközelebb. Azt is lehet tudni a hagyomány szellemiségéből,
hogy mivel ami kint, az bent, és mivel kint nagy mértékű a szimmetria jellemző a tevékenységét, következésképpen testfelépítésében is hangot kap el a szimmetria. Vagyis valamilyen módon úgy lesz. Valamilyen módon csúnya lesz. Valamilyen módon aszimmetrikus lesz. Ezt azért mondom, hogy legyen szemünk és felé észre. Egyszerre lesz egyén, egyszerre lesz kollektívum, akit az egész kollektívum szolgál. És egyszerre lesz szimbólum. Ráadásul ugyanazokkal a szimbólumokkal fog rendelkezni, mint az időben utána jövő, de egyébként őt paralizáló. Mármint akiről mostanában azt paralizálja azt a időben utána jön, hogy érdekel, nem? Tehát az utána jövő Krisztus. Ezért pontosan lehet tudni, hogy származását illetően ő is az oroszlán jelképéhez fog. És pontosan lehet tudni, hogy szoláris jelképeket, vagy napjelképeket használ, csak visszájára fordítva. Csöndbe jegyzem meg, ez a három szám, szoláris szám. Ez eredetileg nem a sátán szám, az nem. Ez a napszám. Tudom, hogy az? Hat év. Ez a működtető szám, a napszám, amely három világban van jelen világosságként. A világban van ki, a mennyei világban és az alsó. Ez a 666. Az ő uralma kiterjed mind a három világra. Még egyszer mondom, egyetlen egy ajtót nem tud kinyitni. Isten szolgáljának az emberhez. Éppen ezért emberfölötti képessége van. Ez azt jelenti, hogy rendkívüli pszichikus, de nem spirituális képessége lesznek. Ez azt jelenti, hogy szuggesztiókat tud elintézni. Vagyis jeleket tesz. Olvastó? És nagy csodákat az égen, és nagy csodákat a földön. A hangsúlyok. És tudják, mi lesz a nehéz? Hogy ezekről a jelekről mindenki azt fogja hinni, mert már így van. Hogy Jézus Krisztus jelek. Egy fészkös mellett. Ez az Antikrisztus lesz. Ha kell megjelenni Krisztusként az égen, ha kell megjelenni feszületként az égen, ha kell megjelenni szivárványként az égen, és az emberiség követni fog őt, mint Krisztust. És ez most lesz. Hát a világ állásakor lehet. Ezért egyetlen egy tanácsot adhatok, a jeleket illetve. Mivel ugyanazok a jelek követik az Antikrisztust, és ugyanazok a jelek a Krisztus második helyet. A jeleket mindig tekintsük a lehető legrosszabb jelek. Nincs több tanács. Aki örül, elszalad. Mert meg van szent győződve, hogy a világosság és a sötétség két azonos értékű principium.
egy fászkérten. Ugyan sötétség úgy is van. Van. Relatíve van. Addig, amíg a világosságnak hiánya van. És azt kiteremtette, hanem a sátán. Tehát kinek az érdeke? Nem a sátán. És kinek az érdeke azt mondja, hogy azon a szinten vannak, hanem a sátán. Fölállítanak beavatási központokat, figyeljenek. Már vannak ilyenek, csak nem nevesítem. Beavatási központokat állítanak. És ezeket tanítványok hadai követik. És amikor már ez is megvan, megjelenül a sátán szentjeinek hierarchiája. És amikor már a sátán szentjeinek hierarchiája is ki van építve, akkor megjelenik maga az Antikrisztus. Aki már személyként él, és köztünk van. Ő a sátán személyes képviselője. Az elleniniciáció szervezetei várjanak el egy pillanatot, hogy bedobják. Tudják, mikor lehetne ott? Amikor a legnagyobb a káosz. Mikor lesz legnagyobb a káosz? A felfordulás, a millió? Amikor háború van föl. Ez lesz a végső háború. Ez a harc lesz a végső. És utána az Antikrisztus. És lehet szolgálni. Mert senki sem fogja látni ezt. Na, nézzük, milyen hamis proféciák van a dolgokról. Ezek a hamis proféciák úgy működnek, ilyenek vannak közforgalomban. Hogy összintén mindegyik hamis proféciák. Az igaz, hogy senki nem olvassa, vagy nem szereti, vagy nem akarja, vagy kitóra teszi, vagy nem beszél róla. Én elhozom. Színnek, hogy János apostol mennyi jelentéseket való filmek. Kétségtelenül az olvasnám. Kétségtelenül tudni kell szimbólumot olvasni. Az őshagyomány szellemében tudni kell, hogy legyen szimbólum, amit jelentenek. Hát igen. Hát igen. Mindjárt megnézzük. Mit jelent, hogy mennyi jelentés áll. Csak ezt tudjuk. Proféciák úgy működnek, hogy mindig felhasználják az előző proféciát. És azt kommentára látják el. Az ördög a kommentára van. Az ördög a kommentára van. Vagy úgy működnek, hogy igazolásképpen szuggesztiókat hoznak létre. Vagyis forgalomba dobják a proféciát, és hogy mindenki lássa, hogy az szuggesztiókat hoznak létre. Tetszik itten. És akkor azt mondják, nem megmondtam. Nem megmondtam, hogy volt ott egy földrengés? Nem megmondtam, hogy volt ott egy cunami? Nem megmondtam, hogy szárassá lesz Magyarországon augusztusban? Könnyű így, hogy megnyomok egy gombot a hatnál, és szárassá kicsinál, és azt mondom, nem megmondtam. És vetíteni is tudna, ide a kis tudatokban, meg odatul az éget. És bármit levetítenek nekünk. Hát hány idő erre készül évtizedek óta? Kifejlesztették a szuper cinemax produkciót. Fölvetítik az égre. És majd jönnek az ufók. Mindenki ott fog tapsolni, és elhisz a legnagyobb arvaságot, hogy majd minden az ufók mentenek meg. Ha-ha! Bocsánatot kérek. Azt mitől? Azt mitől? Az idők végétől megmentenek az ufók? Hát most melyik vonalmat akargassam a törvényeket? No, hát a leghíresebb a nagy piramis proféciák. Tetszenek és nem. A nagy látnak, az amerikai. És érdekes módon ezekben az értelmezésekben, ez is nagyon fontos, bármit el lejárászni, de figyeljenek oda, főforrás a kabbala. Ami a kabbalában operál, az óciált hamis profécia. Tudják miért? Mert először is egyikőjük sem hivatkozza soha rá, hogy a kabbala az milyen forrás. És fogodkodjak, hogy a kabbala nem jó. Nem közben. 12. századi francia katár forrás, amit a zsidók elhagytak és kisajátítottak és hébernyel publikáltak és így lett a kabbala zsidó. Viszont nagyon jó funkcionál a cionista elleniniciáció.
francia cél. Na, ezt nem tudom. Előbeavatás. Sok volt a cím. Megvalósításának szolgálatát. Ugyanis két lejöttel hitet csapásra. El lehet hitetni, hogy a legmagasabb lenni adományzásig van, mert a legmagasabb lenni egyébként a zsidóság is társát termék, ugye tudom. Abban az értelemben a zsidóság eredetileg nomádnak volt, és letelepítették. És minden frusztrációja és fenéje és rákfenéje a zsidóságnak onnan lehet, hogy letelepítették. És nem tud így élni. És ez ennek a magmatorának a sajátosság. Ahogy átment a mennyiség uralmába a minőség, úgy tűntek el a nomádnak, és úgy vált meghatározva a városias kultúra, a letelepedett kultúra. Vagyis a zsidóság is egy válság termék, ennek a magmatorának a válság. Egyébként a zsidóság jellegzetesen ennek a magmatának a népe, mint pedig az átok népe, és ők hatják végre a mennyiség uralmát. Majd a káosznak a megvalósítását. Majd az ellenálló megkívülítését. No. Körforgást megállítja, és ellentétesen elindítja. De ez az ő tévedése. Ezért az ő inspirátorát, aki nem emberi inspirátor. És ezt is nevesítsük, mert legyen itt a helyen. Az ellenhagyomány kiépítéséhez nem elegendő már emberi. Ember fölötti, szupraracionális és szupraindividuális világ kell. Ez azt jelenti, hogy ennek a világnak a forrása nem ebben a magmatorában van, amelyik az ellenhagyomány kiépített. Embereken keresztül épült, de a forrás nem emberi. Ember fölötti és ember előtti az előző magmatorában. Az ellenhagyomány világának forrása és a sátán világának forrása nevesítsük. Mert ezt is lehet mondani. Lemúrita. Jó? Tehát ami lemúri, az sátáni. Ott. Nem vitatkozom. Most lehet hallani, lemúri energiák érkeznek a Földre. Hát a Jóisten nem sem megmutat. Most lehet hallani tömegével, hogy lemúri angyalok. Hát a Jóisten nem sem megmutat a szállatot. Hogy az gondolja magát. Mert akkor ő egyértelmű helyen van a világban. A sátánban van. És azért ez veszélyes játék. Így az idők végezetén. No. Hát azt mondja, megfordítja a kereket. Most először is föl kérdő válaszítani a kerekét felforgó. Tehát hogyan változtatja meg a kerek forgását? Az egyszer két felforgó. Hogyan változtatja meg a kerék forgását, amíg nem állt meg a kerék? A kerék ugyanis meg fog állni. Na ez lesz ennek a magmatorának a vége. A gondolkán a kerék, és ott van az a fős küszöb. És mi történik? Semmi más, mint minden, ami ebben a magmatorában megvalósult, annak a teljes szubstanciális léte átváltódik, vagyis transfigurálódik eszenciára. Mint tapasztalunk. Érted? Ez lesz a kiindulása annak a bizonyos magmatorának, vagyis új világkorszaknak, amelyben nő föl és új része. Mindaz, ami eddig történt és megnyilvánult, de már eszencia és nem szubstancia. Az átváltás a transzcendencia. Ezt ember nem teheti. Vagyis a vég egyúttal a kezdet. Arra indul az új magmantara. Az az új magmantara csirája, bázises alapja, ami ennek a vége. Sűrítve, eszenciális kívülra tapasztalat. De előtte még az ellenhagyomány mestere, a sötétség fejedelme be fogja vezetni a teljes hierarchiát. És be fogja vezetni a minőséget újra a szubstanciának. Egy álminőséget, egy tükörminőséget, egy fordított minőséget. Minden valószínűség szerint a pénznek újra lesz minősége.
És azt mondja a jelenések könyvben, és nem vehet senki, és nem adhat el senki, csak ha a sátán jele. Na, erről van szó, tetszem kérteni. A pénz újra minőséget kap. A pénz újra minőséget kap. Nem csak mennyiségű mérték lesz. Befejezem ide. És ha átlépünk, az már nem az emberiség imádkozat. Az egy új magmatra, egy új megnyilvánulás, új formákkal, új alapokkal, új feltételekkel, új keretekkel. Azért mondjuk, hogy új föld és új tényleg. Na de mit jelent a mennyei jelcsár? Mi volt eredetileg? Ennek a magmatrának mi volt az elején? Most már tényleg gyorsan befejezem, mert mondják, hogy ott a földi paradicsomkert. Ez nem a teremtés kezdete. Hányszor, de hányszor fölhívták sokan a figyelmet. Az Ószövetség nem az elején kezdődik. Ez a földi paradicsomkert. Ádámnak és Évának. És a jóságos tudás pályával, és a minden tudás pályával. Amikor az eszenciális van egy és mi lesz a vége? A mennyei Jeruzsálem leszállása a földre. Milyen lesz? Négy szövetes. Honnan tudjuk? Mert négy fal kerítés. Olvassák? Megadja a mértéket. A négy falnak a mértékét. A falakon 12 tartó. Miért? Mert a 12 minőség egyben van. Ez az eszenciális rét. Újra egyben. Miért van egyben? Mert az idő elkezdett gyorsulni. 4, 3, 2, 1. Majd elérjük azt a pillanatot, amikor végtelen gyorsul. Ez azt jelenti, egyidejűség következik be. Minden a térben egyidejűvé válik. Tetszem, értem? Vagyis megszűnik az idő. Azért gyorsult, hogy megszűnik. Ami gyorsul, az előbb-utóbb becsapódik. Na itt van a becsapódás, tetszem, értem? Megkezdtem ez a világ. De csak az időszínűleg. És csak jelen lesz. Van is jelen lét. Mert minden egy idejéből vál. De ha nincs idő, nincs halál. Ha nincs halál, akkor örök élet van. Az örök jelen. Megáll az ész. Nem csak az idő. De ha megállt az idő, nincs idő. Ezért ez a pillanat, amikor jön el, kívül az idő. Miért nem ismerjük az idejét? Mert nincs. Senki nem tudhatja az idejét. És aki megmondja, az hazudott. A tértelen és időtlen létezés lépe. Mi az alapja? A ma van a lépe, amikor minden létezés is hozzáállás. Vagyis mérhető. A kocka az egyetlen van. Amely maga kijelöli minden sapkán, a dimenzionális tervét. Azért fordulok mindig itt a metodumatot. Így van? Így van. A tér minden irányában nem érhető. Tudjuk, hogy a kocka és a négyzet ős idők óta a földjel képe. Tudjuk, hogy a kört ős idők óta az éggel képe. Tehát a mennyei Jeruzsálem földön van, de most a 12 minőségeiben van. És drágok meg, hogy van kiraton, mit jelent? Hogy bölcsek követ, és azt, hogy minőség, hogy újra eszenciális. Érted? Persze. Csak az a küszöltelen. Na, így jutottunk az idő végéhez, az emberiség végéhez, és egy illúzió. Úgy hívják, hogy Jézus Krisztus, aki nem viszi el utána. Köszönöm.